Mindenkitől tisztelettel köszöntök. Talán nem véletlen, hogy a magyar történelem nagy csatái, hadjáratai sorozatot éppen a kalandozásokkal kezdjük. A magyarság képre mind a középkorban, mind pedig ma meghatározó jelentőségű a kalandozó hadjáratoknak a emlékezete. A következő tematikába próbálok gyorsan végigmenni, nyilván lesznek majd olyan részek, amit át kell majd ugornom. Hogyha a térképre tekintünk, akkor is, akkor rögtön látjuk, hogy az egész Európát elérték és behálózták a kalandozóknak a hadjáratai, Bizánctól Dél-Itáliáig, egészen Hispániáig, fönt pedig Szászországnak az északi részeig. Ez egy valóban hatalmas teljesítmény volt. Ennek a korabeli visszhangja persze nem volt egyértelműen pozitív. A kalandozó magyarokról a korabeli híradások is leginkább sötét színekkel emlékeztek meg, és ennek az árnyalása a következő évszázadok történetíróinak a feladata lett, és tart tulajdonképpen egészen mindmáig. Engedjék meg, hogy Ipoly Arnoldnak felidézem egy nyitó gondolatát. Van-e a magyarnak eszményképe a királyhágon túl? Van, és ez a székely, mondta Ipoly Arnold 1879. augusztusában, éppen Marosvásárhelyen, ahol a Történelmi Társulat egy kihelyezett ülést tartott, és Ipoly ebben a hosszú beszédében tulajdonképpen a legújabb kori magyar hadtörténeti írásnak az alapjait vetette meg. Arra hívta fel a kollégáknak a figyelmét, hogy kell és érdemes a magyar hadtörténelemmel foglalkozni, amelyet a korábbi történészek igen elhanyagoltak. Mik voltak Ipolynak az érvei? Elsősorban a kalandozó hadjáratokra utalt vissza, azokra a közhelyekre, amiket már ő is sértőnek és korrigálandónak érzett. Azt mondja, hogy szakítanunk kell nemzetünk vadságának és vérengző természetének az emlegetésével, hogy pusztán csak az áldáz és kegyetlen rabló pusztításokat emlegessék, az, hogy közrémületet keltettek Európába, a Dunától a Rajnáig, a Kárpátoktól az Alpesekig. Felhívja arra a figyelmet, hogy valójában nem ismerjük a hadtörténelmünket, és rögtön utal arra, hogy addig, amíg a nyugati kolostori krónikások leginkább a magyarok pusztításairól tesznek említést, addig a bizánci császárok a katonai kézikönyveikbe tárgyalagosabb képet festenek a kalandozó magyarokról, elsősorban a nomád taktikának és haditechnikának az előnyeire, és mindarra hívják fel a figyelmet, amit a bizánciak tőlük tanulhatnak. Nem utolsó sorban fölhívja a hadszíntérkutatás fontosságára Ipoly a figyelmet, ami mind a mai napig aktuális feladata a hadtörténészeknek, és ezzel foglalkoznak. A középkorban egyébként a magyar krónikások egyértelmű büszkeséggel emlegették a kalandozásokat, gondoljunk csak a képes krónikára vagy Anonymusnak a gesztájára, de még Verbőcinek a hármas könyve bevezetőjére is lehet utalni, ahol ugyan Verbőci némiképpen egybemossa a hunoknak a kalandozásait, hódításait a magyar kalandozásokkal. Érdemes ezen a ponton utalni arra, hogy korántsem egyértelmű, hogy, és itt van, bocsánat, itt van még Ipoly Arnoldnak egy másik nagyon lényeges gondolata, amit akár a mai történelem tanításban és népszerűsítésben is föl lehet használni, amiben ő a művelődéstörténet, a hadikultúra keretei között próbálja megközelíteni a magyar hadtörténelmet, és konkrétan a kalandozásokat is. Tehát ez nem egyszerűen egy pusztító tevékenység volt, hanem egyúttal egy értékteremtő tevékenység is. A következő kép első pillanatra áttekinthetetlennek tűnik. Egyidejűleg próbálja mutatni a magyar kalandozásokat, az északról induló
viking, normann kalandozásokat, illetőleg a délről zöld nyillal az arab kalandozásokat. Ennek azért van jelentősége, mert éppen, amint a legutóbbi modern nyugati szakirodalomban is ezzel többször foglalkoznak, nehezen lehet megállapítani utólag azt, hogy egy adott várost, egy adott monostort éppen milyen nemzetiségű csapatok raboltak ki, pusztítottak el. Látjuk jól azokat a területeket, különösen Itália, Dél-Franciaország, de akár még északabbra is, ahol egyidejűleg jelennek meg az arabok, a magyarok és a vikingek. A másik szempont, amire fölhívják újabban a figyelmet, hogy éppen azok a nyugati történetírók, akik húsevő, vérivó és egyéb a ókori szkítákra alkalmazott toposzokat alkalmaznak a magyarokra, sohasem találkoztak szemtől szembe a magyarokkal, tehát hallomásból értesülnek csak a megjelenésükről, és így sokkal sötétebb és elítélőbb képet alkotnak róluk. Elég, hogyha csak Regino a híres és legjelentősebb német krónikásra gondolunk. Ez is egy idézet Regino Prümi apátnak a krónikájából, ahol öldöklése, gyűjtogatása, rablása, könyörtelenséggel írja le a magyaroknak a megjelenését. A német történetírás rendelkezik a legösszefüggőbb és a legjobban felépített magyar kalandozás képpel, és ennek középpontjában a 955. évi lekmezei veresség áll, és ezt is a korabeli és a modern történészek is Ulrich augsburgi püspök alakja köré építik fel, akit a képen is lehet látni. A lekmezei csata iránti érdeklődés aztán új lendületet a első világháború előtti években vesz, nem véletlenül és nem függetlenül az aktuál politikai fejleményektől. 1900-1918 között 20 kiadvány jelenik meg német területen róla, és maga a lekmezei csata elnevezés is ekkor születik meg. A 19. század közepén emléktemplomot építenek a csata feltételezett helyén, de a két világháború között a nemzeti szocializmus az osztmárk visszahódításának is egyik szimbólumának tartja. Magyar területen szinte nincsen tárgyi emlékünk, amit személyhez kötötten, talán a lelkürtjétől eltekintve a kalandozásokkal kapcsolatba tudunk hozni. Azonban éppen Ulrich püspöknek több száz ereklyéjét gyűjtötték össze, aminek a leglátványosabb és legjelentősebb darabját, ezt a bizonyos győzelmi keresztet látják. Ez részben hiteles, mert a 12. században felbontják Ulrich püspöknek a sírját, találnak benne egy fakeresztet, amiről akkor azt a történetet fogalmazzák meg, hogy a csatában ennek a keresztnek a felemelése vezette a német csapatokat sikerre a magyarokkal szemben. Ugye díszes ereklyetartóba teszik, ez az ereklyetartó átvészeli a reformációt, és mind a mai napig ez a legjelentősebb emlék, ami a német győzelemhez kapcsolódik. Annál érdekesebb, hogy 1955-ben, miután Ausztriából kivonulnak az oroszok, az NSZK belép a NATO-ba, feleleveníték a magyarok feletti győzelmet kifejezetten aktuál politikai célzattal, és a Nyugat-Európa határainál álló vörös hadsereget próbálják a honfoglaló magyarokkal összehasonlítani, és mint egy
a bolsevista előrenyomulás megállításának a szimbólumaként próbálják a lekmezei győzelmet megünnepelni, amint ezt a német bélyeg is mutatja, vagy éppen 955-ben még falképeket is készítenek az akkor helyreállított németországi templomokban. Szerencsére a 1956-os dicsőséges magyar forradalom ennek a kellemetlen párhuzamba állításnak egyszer mindenkorra véget vetett, megjelennek a magyar menekültek 56-ba, és soha többet ez a bántó párhuzam nem merül azóta fel. Hogyha a németeknek vannak az úri kerekéik, akkor ugye nekünk megvan a Lehel kürtje, aminek gyönyörű darabját múzeumi tárgyként megtekintetjük, sőt a millenniumi esztendőben meg is tudták szólaltatni a Nemzeti Múzeumban. Mindenre annak ellenére büszkék lehetünk, hogy minden bizonnyal ez egy 12. századi, minden valószínűség szerint délitáliai elefántcsont kürt, ami ha személyesen nem is lehetett a kalandozók birtokába, de hasonlók, vagy még inkább fémből készült kürtöket minden bizonnyal használtak. Azt tudjuk, hogy 1642-ben tűnik fel bizonyítottan a Jászberényi Egyház leltárába a mai napig birtokolt Lehel kürt, és nagy valószínűséggel adományként, ajándékként kerülhetett a templomnak a tulajdonába. Tudjuk, hogy ezzel a monda szerint Lehel vezér megbosszulja a magyaroknak a vereségét, rásújta a császárnak a fejére, és ezáltal a túlvilágra küldi. Valamiképpen hasonlóan, mint ahogy a trianoni trauma után Hári János dalművében Kodály megírja, ugye Hári a francia királyt foglyul ejti, és pontosabban Napóleont, és arra kényszeríti, hogy aláírjon egy szerződést, hogy később már jól fog viselkedni a magyarokkal, egyértelmű utalással a korabeli francia politikára. Most engedjék meg, hogy néhány új eredményre hívjam fel a figyelmet. A Magyar Tudományos Akadémia is felismerte azt az igényt, hogy szükség van a legfrissebb ismereteknek a népszerűsítésére. Ezért rendezett egy konferenciát, ami a zöld színű magyar őstörténet kötetben jelent meg, és azért is említem, mert ennek az előadásai a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet honlapján megtekinthetők és élvezhetők, rendkívül széles témakörben, szinte felüledik a magyar őstörténet honfoglaláskor minden fontos aspektusát. A másik három kötetetnek pedig azért mutatom be a címlapját, mert ezek szakítva a korábbi érthetetlen tudományos előadásokkal valóban rövid cikkekbe, bekezdésekbe összefoglalva, rengeteg rekonstrukciós rajzal, a legfrissebb régészeti leletek bemutatásával próbálnak a fegyverzet, hadművészet, viselet, a vándorlás útvonala témakörében eljutni az átlagemberhez. Egy újdonságot említenék csak ki, a magyar honfoglalás útvonalának a bemutatásába ez a kötet vállalkozik arra, hogy először sorolja fel és mutassa be az újonnan előkerült oroszországi leleteket, régészeti leleteket, amik hát az utóbbi évtizedek fémkeresős tevékenysége nyomán bukkantak felszínre, a régészek felismerték ennek a jelentőségét, és részben ezeket fel is dolgozták, és úgy tűnik, hogy az Ural és a Kárpátok közötti útvonalnak a megrajzolásában ezek forradalmi jelentőségűek lesznek. A kalandozásokról már éreztettem, hogy mindegyik kornak más és más a véleménye. A
18. század végén Göttingában rendkívül nagy befolyással rendelkezett Ludwig Schlözer professzor, aki át az erdélyi németek a német lovagrend kutatásába is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Körülbelül ugyanabban az időben volt professzor, mint amikor Bujai Farkas is megfordult Göttingenben, és talán a németek iránti kedvezésből is egy barbár ázsiai hordaként említette a Kárpát-medencében megjelenő magyarokat. Erre persze fölfigyeltek a korabeli magyar történészek is. Elsőként Virág Benedek volt, aki hát visszavágott, de a 19. század közepén Horváth Mihállyal és Szabó Károllyal kezdődően megkezdődik a kalandozásoknak egy romantikus nemzeti szellemtől átitatott bemutatása. Maga Horváth Mihály az, aki 1842-ben megalkotja a kalandozik fogalmat, szót, majd pedig Szabó Károly 1869-ben a kalandozás megnevezést, amiben hát rögtön érezzük ezeknek a játékosságát, amivel megkerülik a modern német, angol, francia szóhasználatot, ami leginkább a rablóhadjáratként magyari lenne, magyarítható. 1900 körül a magyarországi kritikai történetírás megjelenésével, ami leginkább Pauler Gyulához és Marcali Henriknek a tevékenységéhez köthető, már egy kritikusabb és reálisabb kép bontakozik ki a történetírásban, kevesebb romantikával és hát egy visszafogottabb megfogalmazással, majd Trianon után, 19 után, elsősorban a hadtörténészeknek köszönhetően ismét a magyar virtust dicsőítik, mi az akkor megszületett hadtörténeti összefoglalókban és a különböző fegyvernemek történetét bemutató művekben, elég hogyha csak a legkiválóbb hadtörténészre, Erdély Gyulának a nevére utalok. 45 után a magyarországi marxista történetírás nem talál sok dicsérnivalót a kalandozásokba. Ezeknek inkább a pusztító és elítélendő jellegét próbálják hangsúlyozni. Nem véletlen, hogy az emigrációban működő két kutató, Bogyai Tamás és Vajai Szabolcsnak a nevéhez fűződik, a kalandozó hadjáratoknak egy újabb átértékelése, amiben azt próbálják fejtegetni, és ez a szempont mind a mai napig fölbukkan a különböző történeti művekben, hogy a kalandozók nem egyszerűen, ötletszerűen rabolni, zsákmányolni, pusztítani indultak el bármelyik irányba, nyugatra, keletre, délre, hanem nagyon sokszor bizony a nyugati hatalmak, hercegek, királyok, fejedelmeknek a hívására, ők bérelték fel őket, bevonták őket a polgárháborúikba, a belső hatalmi küzdelmeikbe, tehát egy sokkal árnyaltabb és egy összetettebb diplomácia történeti aspektusba próbálják beállítani a kalandozásokat. Ennek nincsen vége egyébként. Éppen a napokban nyújtottak be két doktori disszertációt Budapesten, Bácsatyai Dániel és Csáko Judit, akik ezek éppen a kalandozó hadjáratoknak ezeket a diplomácia történeti részleteit próbálják tovább finomítani és kutatni, és ezt is csak azért említem, mert most már a disszertációk felkerülnek teljes terjedelmébe a MTA-nak a honlapjára, és bárki számára elérhetők egy kattintással. És végül meglepetésként említettem, hogy a legfrissebb nyugati történetírók a korábbiakkal ellentétben minimalizálni próbálják a magyaroknak a pusztításait. Ők voltak a többen is az 1970-es évektől, akik felvetették azt, hogy a kolostori krónikákba feltűnő magyarok hát toposzszerűen irodalmi mintákat követve kerülnek említésre, és egyáltalán nem biztos, hogy azok a pogányok, akiket ott említenek, valóban a magyarok voltak.
és hát egészen olyan túlzásokba jutottak, hogy már azt is kétségbe vonták, hogy Burgundiába a magyarok fordultak-e meg, és bizony azok teljesen, lehet, hogy csak a vikingek voltak, és csak összekeverték őket. És ezeket a túlzásokat próbálják ezekben a doktori disszertációkban azonosítani, és hát ahol lehet a magyar részvételt és a magyaroknak a ottani megjelenését bizonyítani. Szerencsére kerülnek elő újabb, nagyon fontos régészeti leletek a környezetünkben is. Nem tudom, hogy eljutott-e ide is a híre a Gnadendorfi alsó-ausztriai honfoglaláskori lelet megtalálásának, amiről a Budapesti Nemzeti Múzeumban egy nagyszabású kiállítást rendeztek. Számos éremelléklettel, lócsontokkal, fegyvermellékletekkel találták meg ezt a leletet. Ami egyfelől azért érdekes, mert az bizonyítaná, hogy a magyar szállásterület határán kívül is létrehoztak őrtelepüléseket, őrposztokat, amivel a hadi utakat, kereskedelmi utakat ellenőrizni tudták. Tehát ilyen lett volna a Morva folyó mellett a mai alsó Asztria területén, de ebbe a képbe illik a Przemysl, tehát a mai Lengyelország területén a Kárpátok keleti előterébe, Przemyslbe talált lovas temetkezésnek a maradványai, amik a Przemyszli Nemzeti Múzeumban tekinthetők meg, de nem lehetetlen, hogy Észak-Itáliába, a mai Szlovéniába mindazok a helységnevek, amik a magyar előnevet hordozzák a nevükbe, ilyen korai magyar őrtelepeknek az emlékét őrizték meg. Most a keltezésnek a problémáira utal az, hogy a Gnadendorfi sírba talált pénzleletek alapján, tehát hogy kiknek a pénzei voltak, ez úgy tűnt, hogy ez egy 900 körüli kalandozó vitéz lehetett, míg amikor a C14-es természettudományos vizsgálattal próbálták datálni a leleteket, az inkább a század végére mutatott volna, tehát a 900-as évek végére, és a régészek végül is inkább arra hajlanak, hogy itt sokkal inkább egy 900 körüli kalandozónak a maradványaira bukkanhattak. A kalandozásokkal foglalkozó irodalomnak a lehetőségeire, problémáira próbálok a következőkbe utalni. Regino krónikáját látják, azt látják, hogy bizony rendkívül rövidek a történeti bejegyzések, római számokkal látják az évszámokat, és utána bizony hát csak egy pár szóból álló megjegyzést találnak. Ezeket a kontextusokból kiragadott félmondatokat nagyon nehéz értelmezni. Láthatják, hogy nagyon könnyen elcsúszhattak az egyes római számos sorok között a bejegyzések, ami hát nagyon megnehezíti a kalandozásoknak a pontos időhöz kötését. A másik nehézségünk az, hogy valójában nem nagyon bukkan fel már új forrás a kalandozásokkal kapcsolatban, vagy hogyha felbukkan, akkor megint csak annak az idő, annak a datálása és a lokalizálása okoz problémát. A latin forrásokat Gombos Ferenc Albin még a két világháború között a nagy gyűjteményében mind felsorolta, amikből pedig Kristó Gyula elkészítette a magyar fordítást. Ezekhez képest újdonságot, és ez egy hatalmas újdonság volt, 1969-ben a hispániai 942. évi kalandozásokra vonatkozó arab forrásnak a felbukkanása jelentett a marokkói szultáni könyvtárban. Ibn Hajánnak került elő a történeti műve, ami az arab írásbeliségnek köszönhetően napnyi pontossággal rögzíti, hogy 942. júliusa és szeptembere között mi történt Észak-Hispániában.
És itt pontosan értesülünk arról, hogy hogy a magyarok értékes foglyokat ejtenek, azokért váltságdíjat követelnek, meg is kapják, majd pedig hát egy várnak a sikertelen ostromába bonyolódnak, kifogynak az utánpótlásból, Hispániára gondolva nyilván nyári szárazságban vízhez se jutnak, és hát kénytelenek visszavonulni a saját elhatározásukból. Az évkönyveknél maradva rögtön utalhatunk a magyarok legkorábbi említésére, a Bertiniani évkönyvnek a 962. évszámára. Ezen is rendkívül sokat gondolkoztak vagy vitáztak a történészek, azon, hogy ez a 962-es évszám, ez a magyaroknak a legkorábbi említése nyugati évkönyvekbe, valósnak tekinthető ez. Az a fél sor, ami egy hasonló jellegű, de másik évkönyvben, mint amit a képen látnak, a magyarokra vonatkozik, az tényleg a magyarokat jelenti-e? Nem esetleg később szúrták be, évtizedekkel később, amikor már mindenütt jól ismert volt a magyaroknak a megjelenése és a neve. A történészek jelentős része azonban hitelt ad ennek a bejegyzésnek, és úgy gondolják, hogy ez lenne az első példája annak, hogy a nyugat-európai hatalmi harcokba a frankok szövetségeseként megjelennek a magyarok, és fölfigyelnek a jelentőségükre, és rögtön krónikába is foglalják a nevüket. Más szempontból is jelentős a 962. évszám, mert föltételezik, hogyha már akkor messze nyugaton, túl a Kárpátokon feltűnnek a magyarok, akkor ezáltal jól ismerték, felderítették a Kárpát-medencét, egyáltalán nem ismeretlen területre vonultak be az Árpádék a honfoglalás később ismert éveiben. Sőt, vannak, akik arra következtetnek, hogy talán ekkor már a Kárpát-medencén belül is élhetett olyan letelepült magyar törzsek, akikből rekrutálódhatott ez a segélyhad, ami feltűnik messze nyugaton katonai segédhadként. Mindez persze hipotézis és spekuláció, de ez a korai évszám mindezt megengedi. Itt hát a nagy magyar vereségeknek az emlékoszlopait látják, aminek kapcsán arra szeretnék utalni, hogy a legtöbb esetben egész pontosan nem tudjuk, hogy hol került sor az ütközetre. Nem tudjuk ezt a 933. évi merseburgi vereség kapcsán sem. Találgatunk, hogy abban a térségben merre kerülhetett sor az ütközetre, miként az Augsburg melletti csatának a pontos helyét sem tudjuk. Egy hatalmas térségről van szó, az évszázadok alatt maguk a folyók is ugye változtatták a medrüket, és hát a fémgyűjtők azok nem csak ma gyűjtenek össze minden mozdíthatót, hanem már a középkorban is lehetőség szerint összeszedték a fegyvereket és elhullott fém darabokat és hasznosították. Így hát ahány hadtörténésznek megnézik a munkáját, annyi fajta elképzelést találnak, hogy Augsburgtól délre vagy északra helyezkedett el a magyar tábor, és merre vonultak a német seregek ellen. Hogyha Gládendorf egy szenzáció volt, kisebb leletek azok megörvendeztetik a kutatókat. Itt éppen az Augsburgi lekmezőn talált lovas fém díszített lószerszámoknak a képét látják egy német régészeti folyóiratból, ami az utóbbi években jelent meg, vagy pedig legtöbbször a sírokban talált rombusz alakú nyílvesszőkből próbálnak arra következtetni, hogy azon a tájon magyarok fordultak meg, és hogyha a sírba találnak, akkor hát itt a magyar nyilaknak az áldozatait találja meg a régészeknek az ásója. Teljes mértékben a régészeti leletekre kell hagyatkoznunk, hiszen korabeli ábrázolások tudvalevőleg nem maradtak fenn a kalandozó magyarokról. Itt az Aquileiai altemplomba hátrafele nyilazó
lovasnak a képét látjuk, ami 12. századi, hát sokkal későbbi, mint ahogy azt korábban néhány művészettörténész feltételezte, és persze a maga módján hiteles, hiszen bizonyos lovasnomád mozdulatok, a hátrafelé nyilazás az évszázadok óta megjelenésében hát hasonló benyomást kelt és hasonló képzettséget igényel. Hát a későbbi ábrázolásokról pedig kár is szót vesztegetni, mert hiszen mindegyik korban a maguk fegyverzetébe ábrázolták a katonákat. Nyilván a németek elől menekülő nehéz fegyveres lovasokat is is nehezen lehetne fölismerni a magyar könnyű lovasokat. Két részletes leírásunk van, amire most nem is vesztegetnék időt. Nagy szerencse, hogy ezek fennmaradtak. Éppen a Merseburgi ütközetről, illetve a Lechmézi ütközetről, amik azonban jól ismertek, és ezeknek az értelmezéséhez nem is nagyon tudok mit hozzátenni. Az, amit még megemlítenék, az a informatikai forradalom, ami nagyban kibővítette és megkönnyítette a kutatásokat és a forrásoknak az azonosítását, a Google Books-nak a használata, a kézirattáraknak az online és a levéltáraknak az online elhelyezett irataiba való kutatási lehetőség páratlan lehetőségeket kínált további említések megtalálására a kalandozókkal kapcsolatban. Külön ki kell térnem a hagyományőrzőknek a jelentőségére. A hagyományőrzők képeit abban a három népszerűsítő könyvben nagyon sok helyen megtalálják. Korábban nem vették komolyan őket a kutatók, a történészek, azonban egyáltalán nem így van, és a hagyományőrzőknek a gyakorlatban végrehajtott lovas mozdulatai, annak a tesztelése, hogy lóról előre visszafele hány lövés lehet leadni, milyen sebesség mellett hány lövés leadására van lehetőség. A szabját bőrpáncélon kipróbálják, hogy az átütő ereje hogyan tesztelhető. Ezek mérhető és hasznos információkat nyújtanak a mai történészeknek. És ennek a jelentőségét az is mutatja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia most már két gyakorlati régészettel foglalkozó disszertációt is elfogadott, és hát doktori címmel honorálta elkészítőiknek a teljesítményét. Nem utolsó sorban a logisztikai szempontoknak a elemzése is új eredményekre vezetett, pedig már Ipoly Arnold és Salamon Ferenc is utalt annak a fontosságára, hogy érdemes kiszámolni azt, hogy egy tegezbe hány nyíl fér, hogyha 3-5 percenként leadnak egy nyílzáport, akkor ebből kalkulálható, hogy hány tartalék tegezt kell a seregnek magával vinni. És kiderül akkor, hogy 5-6 harcosonként, hasonlóképpen, mint a bizánci seregekben, szükséges egy máhászlónak a magukkal vitele, és akkor tudják modellezni, hogy a lovak számára mennyi abrakot kell magukkal vinni. És ennek a jelentősége a honfoglaló és hát a kalandozó seregek létszámának a meghatározásába lesz rendkívül jelentős. A középkori évszázadokban, de talán még a 19. században is nagyon szívesen beszéltek 100-200 ezeres kalandozó seregekről, de akár 10-20-30 ezeresekről is, és éppen a logisztikai szempontoknak a figyelembevétele radikálisan csökkentette ezeket a számokat, és
manapság jó, hogyha néhány ezres sereget feltételezünk. Hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy a középkori seregekben 300-400 lovas együttes mozgása, az már komoly elrettentő erővel és hadászati jelentőséggel bírt, akkor ez még inkább valószínűnek tekinthető. Végül pedig a hadtörténészek is nagyban hozzájárultak ezekhez az átértelmezésekhez, modellezésekhez, mert maguk a hadtörténészek úgy tartják, hogy a helyszín, az időpont, a feltételezett szembenálló erők ismeretében tulajdonképpen bármilyen ütközetet képesek modellezni a katonai törvényszerűségek alapján. Hogy csak néhány nevet említsek, Magyarországon ezt a két világháború között Erdélyi Gyula vezette be, majd Terjes Géza használta és hasznosította a műveiben, legújabban pedig Torma Béla és Négyesi Lajosnak a tanulmányaiban lehet ezekről olvasni. Ezeket azért is említem, mert a hadtörténelmi közleményekben számos tanulmányt írtak ezek a szerzők, és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapján PDF-ben elérhetők a 2009 utáni évfolyamok, a 2009 előtti évfolyamok pedig az Arcanumnak a honlapján elérhetők és olvashatók. Említettem, hogy a legrészletesebb leírások a magyaroknak a vereségeiről maradtak fenn Merseburgról és a lekmezei csatáról, akár még a hispániai kalandozás is ide sorolható. Az első és hát legnagyobb kivétel az a 899-900-as észak-itáliai betörés, kalandozás. Már ennek a kezdete is kérdéseket vett fel, mert az egyik történetírónál, Liutprandnál azt olvassuk, hogy már egy évvel korábban, 898-ban megjelentek és körülnéztek az észak-itáliai területen. Ezt érdekes módon a magyar történészek jelentős része nem fogadta el, tévedésnek tekintette. Újabban azonban komolyan úgy gondolják, hogy egy felderítő hadjáratot hajtottak végre egy évvel korábban, mielőtt 899-ben egy nagyobb, nyilván több ezres sereggel megjelennek a területen. Magára az ütközetre a Brenta folyón mellett kerül sor, ami hát az első világháborúból is aztán majd jól ismert területe lesz a monarchia hadseregének. A magyar hadmozdulatokat rekonstruálni tudjuk, és ebben a színlelt visszavonulás és a nomád taktika mesteri alkalmazását sikerült alkalmazni. Az itáliai király Berengárnak a seregei tudnék Pávia környékén gyülekeznek, és hogyha hitelt lehet adni a korabeli történetíróknak, akkor háromszoros fölényben vannak. Ők 15 ezerre becsülik az itáliaiakat. Hát talán még ez az 5 ezer főnyi magyar lovassereg az egy elfogadható létszámnak tekinthető. A magyarok keresztül lovagolják egész Észak-Itáliát, és maguk után csalogatják vissza a Brenta folyó irányába, először Veronáig, majd pedig Vicenza magasságába a Brenta folyóig. A magyar erők átkelnek a Brenta folyón, és ebben megint csak a nomádoknak a taktikai fölénye és erőssége mutatkozik meg, hogy rendkívül gyakorlottak a folyón való átkelésbe, ugye még Anonymous is említi a tömlőn való folyó átkelésbe való jártasságukat. Meglepetésszerűen hajnalban átkelnek a folyón, és váratlanul rátörnek a túlparton épp még csak ébredező itáliaiakra, és megfutamítják őket. Majd pedig
Ezt követően még ott is telelnek, tehát a 899 és 900 közötti telet is Észak-Itáliába töltik, ami megint csak az erejüket és a önbizalmukat mutatja, hogyha arra gondolunk, hogy a Európába kalandozó vikingek 30-40 évvel a kalandozásuk megkezdése után vállalkoznak arra először, hogy ellenséges területen teleljenek át, ami hát rengeteg veszélyt rejt magába. Ennek tükrébe tudjuk ezt a telelést kellőképpen értékelni. Ez a terület, Észak-Itália egyébként rendkívül fontos lesz a magyaroknak. A nyugat-európai kalandozó hadjárataikról rendkívül gyakran Észak-Itálián át térnek vissza biztonságba, zsákmánnyal megrakodva Magyarországra. A Aquileiából a Kárpátokba vezető utat a középkorban is még magyarok útjaként emlegetik, jól érezhetően fennmaradt a kalandozáskori magyarok úthasználatának az emléke. Berengár király nevének az említése már azért is fontos, mert ha említettem, hogy a történészek próbálják finomítani a kalandozó hadjáratoknak a kiváltókait és indítékait diplomácia történeti meggondolásokkal, akkor erre a legjobb példa maga Berengár, aki a vereségét követően egy-két éven belül tartós és kitartó szövetségese lesz a magyaroknak, rengeteg pénzt ad át nemesfémben a magyaroknak, akik több ízben is Berengár hívására és szolgálatában megjelennek Észak-Itáliában. Ezt a régészek is alá tudják támasztani, akik hát megvizsgálták a Kárpát-medencébe fennmaradt pénzleleteket, és ezeknek a túlnyomó része 60-65%-a itáliai eredetű pénzveret. És hát ez egy hatalmas mennyiségű zsákmányt jelentett, a régészek ezt ezüstkornak is hívják, és azt a minimális mennyiséget, amit zsákmányként, adóként, váltságdíjként kaptak a magyarok, a 15 tonnára becsülik, de hozzáteszik, hogy ennek valószínűleg a többszöröse került be és jutott be a Kárpát-medencébe. Maguk a legnagyobb francia történészek, Georges Duby és Marc Bloch is úgy fogalmaznak, hogy a magyaroknak sikerült rendszeres gazdasági tevékenységként űzni a kalandozó hadjárataikat, és a békét egy jól fizető árucikké tették. Nyilván nem gyűlöletből vagy elvakultságból estek legtöbbször áldozatul a kolostorok a magyarok kalandozásának. Egyszerűen a korabeli hatalmi infrastruktúrának ezek voltak a legkönnyebben hozzáférhető elemei, amikkel egy adott területen érzékeny vesztességet lehetett mérni annak a területnek a gazdasági, politikai, katonai szervezetére. Hogyha a német kalandozás képben kiemelt jelentősége van a 955. évi augsburgi lechmezei csatának, úgy Magyarországon kísérletet tettünk az elmúlt évekbe, hogy ennek méltó párjaként a 907. évi pozsonyi magyar győzelmet állítsuk. Rendkívül fordulatos a pozsonyi csata emlékezete, kétség nem fér ahhoz, hogy 907-ben a nyugati frank király gyermek Lajos egy nagy birodalmi sereget szervezett, miben részt vett a salzburgi érsek, további két püspök, akit név szerint ismerünk, rengeteg gróf, és a Duna mentén megtámadják a magyar törzsszövetséget. A korabeli évkönyvek rendkívül röviden írnak csak róla. Nem úgy egy humanista történetíró Aventinus, aki 1500 körül
rendkívül részletesen és nagy terjedelembe rekonstruálja a csatának a történetét. Azonban, mivel ez 1500 körül történik meg, addigra már megszületnek a középkori magyar történetek, még Bonfininek is a története is ekkor már kész van, és nem áll módjukban hasznosítani és beilleszteni a magyar történelmi emlékezetbe ennek a csatának az emlékezetét. A 17. századtól kezdve persze fölfigyelnek Aventinusnak a munkájára, mert hát akkor még mindent olvasnak az értelmiségiek és a történészek, és egészen 1900-ig felfeltűnik a magyar történelmi műveknek alapjain is. Az osztrák-magyar Erdélyország és Magyarország története képekben, kiadványban is egy hatalmas részmetszet hirdeti ennek az emlékét. 1900 körül azonban, mint említettem, a kritikai történetírás megjelenésével kétségbe vonják a humanistáknak a szavahihetőségét általában, és konkrétan Aventinusnak is a pozsonyi csatára vonatkozó megjegyzéseit, és tulajdonképpen törlik a történelem könyvekből, mint egy humanista kitalációt, és helyette másút próbálják keresni, Bánhidánál, Győrnél a csatának a helyszínét, vagy éppen mint legutóbb megpróbálják a csata helyszínét Zalavárral azonosítani. Zalavár egyébként egy nagyon csábító felfedezés, hiszen a régészek, különösen az utóbbi évtizedekben fantasztikus leleteket találtak. 5 templom állt Zalavárot a 9. század második felében, megtalálják a hercegi palotát, nagyon jól védhető. De mégis miért bizonyul Pozsony a csata feltételezett helyszínének? Azért, mert 1921-ben előkerül egy olyan kézirat, ahol szerepel Pozsonynak a neve, mégpedig Brezalausburg formában, és ez a Brezalausburgot joggal próbálják Pozsonnyal azonosítani, különösen mivel a 14. században is ugyanezen a néven Braszláv váraként emlegetik Pozsonyt. De hát a két világháború között a magyar történészeknek is fontosabb dolgai vannak Trianon után, mint hogy visszaemeljék a pozsonyi csata emlékezetét a történetkönyveknek a lapjaira, és egészen 2007-ig kell várni, amikor hát a csatának az évfordulóján gyakorlatilag egy időben az osztrákoknak, szlovákoknak, magyaroknak eszébe jut, hogy vissza megadják a csatának az megillető jelentőséget. Hainburgban egy hatalmas emlékkiállítást szerveznek, és konferenciák sorával emlékeznek, és azóta folyamatosan megemlékeznek róla Magyarországon. Ópusztaszeren minden évben a csata feltételezett napján, július első napjaiba összegyűlnek az íjász hagyományőrzők, több százan, és egy úgynevezett szétlövéssel emlékeznek a csatára. Mit tudunk a csatáról? Természetesen többet tudunk, mint ez a félsoros bejegyzés, és ez annak köszönhető, hogy fennmaradt 907. június 17-éről egy német királyi oklevél, aminek a tanúsorában ott szerepelnek azoknak az előkelőknek a nevei, akik a csatában életüket vesztik. Mert szerencsére a korabeli halottas könyvek napra pontosan megörökítették az elesett előkelőknek a neveit, és onnan tudjuk, hogy az említett salzburgi érsek, a két püspök és a bajor őrgróf életét vesztette. Tehát pontosan tudjuk, hogy június 17-én indulhatnak el Enzburgból, követik a Duna vonalát, és a végzetük július 3-a és 6-a között utoléri őket valahol Pozsony környékén a Duna mellett, és ennek alapján a hadtörténészek modellezni tudták az előrehaladási sebességüket, hogy mikor érhetik el a Fekete Erdőt, mikor kerülnek először összeütközésben magyar felderítőkkel, majd pedig
hát különböző seregtestekre bontva vereséget szenvednek. Itt látható a térkép, amint említettem, a Duna vonalát követve jutnak el. Ugye hát a Duna vonalát azért követik, mert a római korból fennmaradt Limész út ott húzódik, valószínűleg a Dunán utánpótlás szállító hajókat vezethettek, és a Dunának az északi oldalán is talán további csapategységek mozogtak. Itt, és ebben az ütközetben talán még a morváknak is jelentőség jut, mivel a morvákra 902-905 között mérhették a magyarok a végső csapást, és feltehető, hogy a bajor seregben ott lehettek a revansra vágyó, elégedetlen morvák is, akik támogatásukról biztosították a magyarok ellen induló bajorokat. Nagy szerep jut nem csak a hagyományőrzőknek, hanem az épület rekonstrukcióknak is. Itt a Szent Galleni Kolostornak a rekonstruált képét látjuk, ami részben megmagyarázza azt, hogy a magyarok a leírások szerint miért boldogultak olyan nehezen a kolostoroknak a megvívásával, megostromlásával, miért kényszerültek arra, hogy felgyújtsák a tetőzetüket, ha be akartak jutni. Ezek nagyon komolyan, várszerűen megerősített épületek voltak, amit, hogyha elszánták magukat a védelemre, valóban nehezen lehetett bevenni. Említettem a hispániai kalandozást 942-ből, és ez a mai modern felvétel megint azt mutatja, hogy nem akármilyen feladat lehetett a Várhegy tetején lévő erősségnek az elfoglalása, ez Leridának a városát mutatja, hát mai modern felvétel természetesen, de már Augustus császár korában megerősítették, és római alapokon nyugvó falkoszorú védte. A kalandozó magyarokkal kapcsolatban többször említik, hogy járatlanok voltak a várostromlásban, ami persze természetesen igaz lehet, de hozzá kell tenni, hogy a középkori seregek is a középkorban sokkal inkább körülzárással, kiéheztetéssel vettek be egy várat, semmint direkt ostrommal vagy ostromgépek alkalmazásával. Tehát egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, hogy 942 nyarán ezt a magaslaton levő várat a kalandozó magyarok nem tudták bevenni, és kénytelenek voltak innen visszafordulni. Most már csak nagyon röviden említeném a magyarok diplomáciai alkalmazásának további két példáját, a 937. évi, illetőleg a 954. évi nagy németországi kalandozást, ami mindkét esetben konkrét és jól azonosítható polgárháborús helyzetbe történt. 937-ben első Madarász Erik halálát követően robban ki egy polgárháború első Ottó király és családtagjai között, nem utolsó sorban a lotaringiai terület birtoklásáért, amiért ugye hát a franciák, a nyugati frank, illetőleg hát a németek, a keleti frank királyság egyaránt küzd, és végül hát az első Ottónak sikerül megszereznie. Mindkét kalandozásban közös az, hogy a magyarok leginkább itt a Rajna mentén, illetőleg a Rajna mellékfolyói mentén fekvő területeket, azonok a területeknek az apátságait pusztítják és dúlják fel. 954-ben hasonló a helyzet, és akkor elsőként a források valóban említést tesznek arról, hogy a szemben álló német felek egymást vádolják a magyaroknak a behívásával és a pénzelésével, amibe nyilvánvalóan bizonyos igazságnak kellett is lenni. Milyen párhuzamokat tudunk a kalandozásokhoz még megemlíteni? A krími kánság
16-17. Századi hadjáratairól rendelkezünk még nagyon sok följegyzéssel, és a történészek megint csak ezeknek a rabló hadjárataik kapcsán előkerülő forrásokat próbálják hasznosítani. Még frappánsabb, hogyha Hadik Andrásnak Berlin megsarcolására induló hadjáratát idézzük fel, aminek egyébként is itt van a helye a Nagy Magyar Hadjáratok és Csaták sorozatban, de nem azért hoztam ide, hanem azt szeretném bemutatni, hogy egy relatíve kis sereggel 3500 főt számlált Hadiknak az egész serege, fele huszár, fele gyalogosból állt, de relatíve kis sereggel is egy 18. századi nagyvárost meg lehetett félemlíteni, körül lehetett zárni, meg lehetett sarcolni, és gyorsan el lehetett menekülni, mielőtt még odaértek volna a porosz csapatok. Ez rendkívül jól dokumentált, létszámra lebontva ismerjük a résztvevőket, és még olyan apróságokra is kiterjednek a parancsok, hogy Hadik utasítást ad arra, hogy a lovasoknak sokat kell mozogni a város előtt, hogy annál többnek tűnjenek, és annál félelmetesebbek legyenek, és tudjuk azt is, hogy a tisztek 3-5 tartaléklóval jelentek meg, ami megint csak a sokaságát növelhette a magyaroknak, és nem is eredménytelenül, mert a körülzárás második napján fizetnek a berliniek. És megint csak fontos a gyorsaság, hogy két napot merne csak ott tölteni, beérik a kért pénznek a töredékével, és el kell onnan menniük. És hogy hát a kalandozó magyarok kudarcait megnézzük, akkor általában azt találjuk, hogy akkor tudják őket meglepni, körülzárni, megverni, amikor túlságosan hosszasan időznek egy adott terepszakaszon, és időt hagynak arra, hogy a velük szemben állók megszervezzék az ellenállást, csapatösszevonásokat hajtsanak végre, és fel tudjanak lépni velük szembe. És említettem, hogy a magyar kalandozás kép a kezdetektől fogva némiképpen a Magyarország képet is befolyásolja és meghatározza. Érdekes, hogy József főherceg, amikor Bánlaki Brejt József nagyszabású 24 kötetes hadtörténetéhez ír egy bevezetőt, ő is még ezen rágódik és ezen gondolkozik, hogy a kalandozáskori rablásokat hogyan lehet értelmezni és megmagyarázni. Akkor az első világháború után József főherceg ezt úgy gondolja megoldani, hogy a nyugati ellenfelek pusztításait emeli ki, hogy lám-lám, a civilizált nyugati nemzetek is milyen pusztítást voltak képesek végrehajtani. Gondolom itt a németeknek a belgiumi és a franciaországi műemlékek elpusztítására utal a szavaival. Ezzel szemben azonban én az előadást és a kalandozók jellemzését is sokkal inkább a 926. évi szentgalleni kalandozáshoz kapcsolódó krónikásnak a szavaival zárnám, aki emberi közelségükbe ábrázolja és írja le a magyarokat, és azt mondja, hogy nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna. Az én előadásomnak is ez lett volna a címe, hogyha Langó Péter régész barátomnak tanulmány címét elmertem volna lopni. Köszönöm szépen figyelmüket, és várom a kérdéseiket.